Két hónapos szünet után újra nyitnak a hulladékudvarok, ahol továbbra is a hulladékszállítást igazoló szerződés vagy befizetett csekk felmutatásával ingyenesen átveszik a lakosságtól a háztartásokban keletkezett nagyobb mennyiségű hulladékot, többek között az építési törmeléket, zöld és papír hulladékot. Május 11-től a korábbi rendszerint üzemelnek a hulladékudvarok, így a sátorolja új helyi a 7-5 napján, Kettő szombatig várja a lakosságot, azonban a szolgáltatás igénybevételénél, kötelező betartani a járványügyi óvintézkedéseket. Kötelező a szájmaszk, vagy orrot tart, szájat eltakaró kendő, vagy csálviselése, gumikesztyű viselése, és az ottani személyzet semmilyen formában nem segít, nem segíthet a hulladék kipakolásában. Úgyhogy, ha valakinek szüksége van segítőre, akkor célszerű azt is vinni magával. Illetve a dokumentáció során papíralapú érintkezés nem történik. Ugye korábban mindig kaptunk papíralapú nyomtatványt az ott adott leadott hulladék mennyiség rögzítéséről. Most ez csak digitális formában fog megtörténni, de ugyanazon a napokon, ugyanazokban az időben már fölkereshető hulladék udvar. A hulladék udvarok megnyitásával párhuzamosan újraindítja a házhoz menő lomtalanítást is a szolgáltató. Ez a szolgáltatás és a megszokott módon egy igénylőlap benyújtásával vehető igénybe, mely kiegészül egy nyilatkozattal, melyben a kérelmező kinyilatkoztatja, hogy sem ő, sem családtagjai nem fertőződtek meg a koronavírussal. A háztól történő lomtanításnál viszont annyi módosulás van adminisztratív oldalról, hogy ki kell tölteni ugye egy nyomtatványt, amit korábban is ki kellett, és van mellé egy másik úgynevezett nyilatkozat, amiben a vírussal kapcsolatos kérdések fogalmazódnak meg. Például nyilatkoznak el, hogy az elmúlt 14 napban nem volt hatósági karantén alatt az adott ingatlan, nyilatkoznak el arról, hogy az elmúlt 14 napban nem érintkeztek olyan személyel, aki megfertőződhetett, vagy akiről a 14 napon belül beigazolódott, hogy pozitív tesztet produkált, és nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt 14 napban a bejelentő saját magán, illetve a vele egy háztartásban élőkön a koronavírus tüneteit nem tapasztalta. A BMH Nonprofit zrt nek a honlapján megtalálható ez a nyilatkozat, és természetesen megtalálható az alapbejelentő lap is. Sátorai a új hely vezetői kérik a lakosságot, hogy vegyék igénybe ezeket az ingyenes szolgáltatásokat, felesleges lomjaikat, az építési törmeléket, ne a város határában az utak mentén, vagy az erdőszéleken gorják ki. Sátoralja hely önkormányzata a környezetünk tisztasága megóvása érdekében továbbra is szigorú szankciókkal lép fel az illegális szemetelők ellen.